New Yorkot úgy képzeljük el, hogy mi 10 év múlva. Budapest egyszerűen cool. Sose lehet tudni, hogy hol van a következő Facebook. Szerintem a startup az nem egy cél, hanem az egy eszköz. Berec Szelem vagyok, 23 éves, és startupper. Most Lehr Tamás. Terény András. Györfi Péter. Horváth Balázs. Vince István vagyok. Abszolút optimista vagyok. A főiskola után elmentem egy nagy multinacionális vállalathoz dolgozni. Láttam, hogy egy ilyen kis porszem vagyok a gépezetben. Másfél év után rájöttem, hogy ez az nem az én világom, és elkezdtem startupokkal, illetve webes projektekkel foglalkozni. Nekem nagyon tetszik ez a világ, tehát hogy ha egy picit az ember ezt így belekóstol, azután szerintem biztos, hogy nem fog visszamenni egy tipikus alkalmazotti napi 8 órás állásban. Most ilyen hyperconnected világban élünk, és most tudsz valamit építeni most, ami holnap, mondhatjuk, 100 millió ember érint. A Lean Startup metodológia arról szól, hogy hogyan találjuk ki, hogy érdemes valamit építeni. Ez nem a kapitalista világ, ez nem a 20. század, ez nem a nagy cégek, ez nem a multiknak a világa, ahol mindenki fontoskodik, és semmit nem csinál. Hackathon gyakorlatilag egy hacking maraton, egy ideaton, egy ötletverseny. Ötleteket gyúrnak 2-3 napig, és aztán a végén megmutatják a világnak. Én még vezető az Island Guide nevezetű startup vállalkozásnak, ami egy ingyenes turistáknak szóló digitális útikönyv. Nekiálltunk egy új e-mails projektnek, aminek az a neve, hogy Zinbox. A lényege, hogy az e-mailjeidet könnyebben fel tudod vele dolgozni, jobban átlátod. Elsősorban diákok számára készítünk alkalmazásokat. Ezek közül sok olyan van, ami a diákokat és a HR réteget köti össze. Például van egy lehetőség keresünk diákoknak, ez az Internfish. A Dive az egy olyan eszköz, amivel a szoftverekben az összefüggéseket és a kapcsolatokat vizualizálni tudjuk. Ami a legjobban motivál és a legjobban szeretem, az az, hogy a semmiből lehet alkotni valamit. És gyakorlatilag, amikor látom, hogy elkezdik használni azt, amit én csináltam, vagy együtt kitaláltunk és megvalósítottunk, igazából az érzés, amiért ezt az egészet csinálom. Engem az hajt, hogy olyan dolgot csináljak, ami eszméletlenül profitábilis tud lenni, anélkül, hogy bármit elvegyem a környezettől, és az embereket boldoggá tegyet. A pénz az szerintem egy alacsony motiváció. Szerintem ebben az egészben a legfontosabb az, hogy legyél boldog. Jelenleg azt lehet mondani, hogy 2013-ban felértékelődött már a startupnak a fogalma. Ez már nem egy B opció, nem egy munkanélküliség helyetti opció, hanem igenis egy kitörési lehetőség, egy saját személyes függetlenséget megteremtő opció.